Nekem azt tetszik az egészben, azon kívül, hogy kurva jó a dizájn, és így nagyon ilyen, ez ilyen színátmenetek, mi nem logónk is ilyen színátmenetes, és az ő dizájnjaik is, és így nagyon rezonálunk. Azon kívül azt tetszik nagyon benne, hogy már nagyon sokan fenyegetőztek egy ilyen megoldással, a Kim.com-tól kezdve, a Pirate Bay-en át, a Mépcéfig, igazából mindegyik vaporver, és Kocsis Tamás volt az, aki ezt először valójában megcsinálta, amit letöltesz, futtatsz, használható, kurva jó, és igazából még csak most kezdődik, tehát nem tudom, hogy mennyire alfa, vagy béta, vagy gamma, vagy milyen fázisban van, de hogy erről majd mesélsz biztos, de igazából csak most kezdődik ez a sztori, és hogy köszöntsétek nagy szeretettel Kocsis Tamást és az életet. Lehet hallani? Hátul is? Lehet. Nézd, hát nem. Most talán jó? Tudom, hogy lesz. Sziasztok, Kocsis Tamás vagyok, és a Zérőnagyon szeretnékből beszélni nektek, sőt fogok is. Decentralizáljuk weboldalakat. Próbáltam erre a szóra egy kicsit magyarabb megfelelőt találni, de nem sikerül. Igazából a központosítás ellentéte, a központosítás csökkentése, megszüntetése, a hatalom megosztása. Miért is szeretnék, hogy ez megtörténjen? Tehát miért szeretnék decentralizálni? Tehát hiszünk a nyílt, ingyenes, cenzúrázatlan kommunikáció és információ áramlás szükségességében. És akkor ilyen rapper mozdulatokkal lefelé. Tehát, na talán most jó, igen. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a cenzúra sosem segítette előre az emberiséget, és egy olyan megoldást találunk, ahol ezt el tudjuk kerülni. A fölöttünk álló hatalom, vagy kormányzat, vagy bármi ezt azért elég gyakran próbálja megakadályozni, illetve valamiféle kontrollt, vagy gondolatrendőrséget bevezetni. De szerencsére nálunk itt Magyarországon annyira nem általános, vagy legalábbis a hétköznapjainkban annyira nem találkozunk vele túl gyakran, de azért pár hónap ezelőtt már itt is volt olyan precedens, amikor valakit egy 8-betű szó leírásáért egy év börtönbüntetéséért ítéltek itt Magyarországon. Hát most nem szeretném kihondani. Első és az utolsó percet. Szerintem, hogyha erre a mondatra rákerestek, akkor fogtok találni rá leírást. Esélye egy előség. Földön az elhelyezkedés és anyagi helyzettől függetlenül. A decentralizáció magával vonz egy olyan dolgot is, hogy sokkal több szereplős lesz a piac, emiatt nem lesz szükség arra, hogy olyan piaci tényezőket, illetve szereplőket kelljen kiszolgálnunk, hanem ezt meg tudjuk oldani peer-to-peer egymás között, akár ingyenesen is, ami miatt eddig fizetnünk kellett. Illetve kell egy B-terv. Az internet szerintem egy túl fontos találmány ahhoz, hogy cégektől, illetve kormányoktól függjünk. És jelenleg erre nincsen megoldás, tehát hogyha a internet szolgáltató úgy dönt, hogy nekünk nem szolgáltat több internetet, onnantól kezdve túl sok lehetőségünk nincsen. És ez akár lehet külső hatás alapján is, vagy bármilyen más dolog alapján. És sajnos én úgy érzem, hogy ez az internetnek a centralizációja ez egyre inkább problémákat vet fel. Egyre mindennaposabbak az ilyen túlterheléses támadások, amikkel gyakorlatilag bármilyen weboldalt meg tudnak.
és erre elvileg kitaláltak cégek, hogy majd ők megvédenek minket ezektől a támadásoktól, de ez azzal jár, hogy minden adatunk, illetve minden adatforgalmunk ezeken a szolgáltatókon keresztül kell, hogy menjen, és át kell adni nekik a mindenfajta titkosítási kulcsunkat, és ez az internetnek a centralizációját lényegében fogja gyorsítani, és gyakorlatilag pár cég fogja az egész internetnek a adatforgalmát felügyelni, illetve minket biztosítani arról, hogy ne érhessen minket ilyen támadás. És szerintem ez egy nagyon rossz dolog, és én úgy gondolom, hogy az előbb-utóbb még inkább problémákat fog felvetni. Ez a kép azt mutatja, hogy a világban a sajtószabadságból mekkora problémákat vett fel. Szerencsére mi jó helyen vagyunk, de azért látszik, hogy bőven lakod olyan ország, ahol ez a cenzúra sokkal inkább problémásabb, mint nálunk. Emiatt a Zero App is ezekben az országokban elég nagy igény mutatkozik. Oroszország, Kína, illetve észak-afrikai államok, illetve Brazíliából elég sok felhasználó érkezik. Hogyan? Hát hogyan is decentralizálható? Szerintem olyan eszközöket kell csinálni, ami egyszerűen és kompromisszummentesen tud az emberek számára olyan programokat, illetve megoldásokat adni, amivel kiválthatják az eddigi centralizált felhasználási szolgásaikat, tehát akár a Facebookot, vagy Twittert, vagy kommunikációs, akár e-mailt, egyszerűen akár technikai tudások nélkül is le tudják váltani, mert én úgy gondolom, hogy eddig ezek a megoldások már léteztek, de olyan egyszerű megoldás még nem létezett, amit akár a anyukádok is oda tudná adni a kezébe, hogy szia innentől ezt használd, és enélkül pedig nem fog végbe menni a decentralizáltság, mert igazából csak egy szűk réteg fogja ezt tudni használni. Átlátszóság, tehát ez a decentralizáció igazából akkor fog jól működni, hogyha olyan átlátszó és bárki számára elérhető és felügyelhető működési elveket tudunk felállítani, ami tényleg bárki számára biztosítja azt, hogy belenézze, hogy mi is történik igazából, amikor ő ezt a programot használja, vagy pedig kommunikálni akar. Megbízott szereplők, csökkentése. Hát erre is próbáltam, a Trusted Third Party-ra próbáltam találni a magyar megfelelőt, és talán ez a megbízott szereplők a legmegfelelőbb. Tehát azokat a szereplőket kell csökkentenünk, akikre rábízzuk azt a feladatot, hogy a kommunikációnkat, illetve a fájlainkat és mindenfajta adatainkat, jelszobáinkat tárolják. Ez ugyancsak egy nagyon fontos dolog a decentralizációban. A biztonság növelése, megfigyelhetőség csökkentése. Én úgy gondolom, hogy a jelszavak ideje az leáldozott. Egyre több ilyen biztonsági problémák a kihasználó hacker támadásokról lehet olvasni, ahol több millió jelszót ellopnak, és azért szerintem az, ami elkészítában van, hogy a legtöbb ember az ugyanazt a jelszót, vagy legalábbis egy-két jelszót használja mindenhol, így akár az egész internetes tartalmához hozzáférhetnek. És ugyancsak a megfigyelhetőség csökkentése. Mindenki szerintem ezzel is ugyancsak tisztában van, hogy a Snowden ügy óta, hogy megfigyelnek minket, akár ok nélkül is, folyamatosan mindenki nyomon követi a mi internetes tevékenységünket, és erre egyelőre nem sok eszközünk van, ha ezt megakadályozzuk.
Tehát mi is a ZeroNet? A ZeroNet egy szerver nélkül cenzurázhatatlan és decentralizált weboldalakat lehetővé tevő platform. Szinguláris pontoktól mentes hálózat. Ez azt jelenti, hogy a hálózatban nincsenek kiemelt szereplők. Tehát, hogyha te meglátogatsz egy weboldalt az ZeroNeten, onnantól kezdve te is teljesen egyenértékű félként szerepelsz a hálózatban, és tőled is elérhető a weboldal, nincsen különbség, az embertől, illetve attól a szállítógéptől, aki ezt a weboldalt létrehozta, ugyanazokkal a privilégiumokkal, hát nem privilégiumokkal, de ugyanazokkal a szerepekkel rendelkezik a hálózatban, mint aki mondjuk az oldalat most meglátogatta. Tehát mindenki egyenlő a hálózatban. A ZeroNet egy nagyon fontos küldetésének, vagy pontjának, vagy feature-ének tekinti az, hogy felhasználva lehet. Gyakorlatilag letöltöd, kicsomagolod és elindítod. Tehát nem szükséges semmiféle konfiguráció, beállítás. Tényleg akár anyukának is el tudnám magyarázni, hogy mit kell csinálni, és szemtelen is meg tudnám csinálni, és fel tudnám telepíteni, és tudnám használni az életet akár volna. Ez még nem történt meg? Még nem történt meg. Adjak te hozzá? Fogadunk. A ZeroNet privát, tehát gyakorlatilag azon kezdve, hogy te meglátogatsz egy weboldalt, senki nem látja, hogy te mit csinálsz azon a weboldalon, mert az letöltődik a te oldaladon is, és igazából a te szemtögében fut az oldal, annélkül, hogy bármiféle kommunikációt vagy bármiféle üzenetet közben az internet felé. Ha létrehozol egy ZeroNet oldalt, onnantól kezdve csak te tudod megvalósítani. Tehát a számítás technika mai állása szerint ez feltörhetetlen. Tehát gyakorlatilag, hogyha valakinek nincsen meg a privát kulcsa az oldalához, akkor az nem megvalósítható. Ez azzal is jár, hogyha elveszíted a privát kulcsodat, akkor a oldalat onnantól kezdve nem tudod megvalósítani. Tehát érdemes ezzel erre odafigyelni. De hogyha esetleg egy olyan tartalmat akarsz elhelyezni a házadon, ami úgy gondolod, hogy örök és senki nem tudja módosítani, akkor gyakorlatilag szándékosan is el tudok veszíteni ezt a privát kulcsot, és innentől kezdve kitörhetetlenül ott marad a hálózatban, addig, amíg ezt az oldalt akár egy ember is életben tartja. A ZeroNeten minden oldal 100%-ban nyílt forráskódú. Ez azt jelenti, hogy a ZeroNeten nincsen backend, nincsen fekete doboz, nincs semmi olyan dolog, ami ne lenne nyílt. Tehát gyakorlatilag bárki teljesen meg tudja nézni, hogy hogyan működik az oldal, mikor mi történik vele, és tényleg semmi olyan dolog nincsen benne, amit ne lehetne felügyelni, vagy átnézni. Ez azzal is jár, hogy minden weboldal egy kattintással klónozható. Tehát, hogyha te látsz egy weboldalt, és úgy gondolod, hogy te neked ezt kell, akkor te leklónozod, és onnantól kezdve mindenfajta szerver konfiguráció, vagy bármilyen szolgáltatás igénybevétel nélkül, neked is meg lesz ez az oldalad, és egy saját moderációs elveket tudsz esetleg arra alkalmazni, vagy pedig apró módosításokkal tovább tudod fejleszteni, vagy bármit. És ehhez tényleg nem szükséges semmilyen anyagi erőforrás, onnantól kezdve a te látogatóid kiszolgálják az oldaladat. Azért egy gyors és működik internet nélkül is, az előző szlájdban írtam, hogy szerintem ez csak úgy működik, hogyha kompromisszummentes. Ez azzal is jár, hogy bár voltak ilyen hasonló megoldások korábban is erre a decentralizációra vagy próbálkozások, de azok általában valamiféle kompromisszummal jártak, vagy az, hogy nem lehetett dinamikus tartalmat csinálni, tehát hogyha egyszer felraktad az oldalt, onnantól kezdve azt módosítani nagyon macerás volt, vagy ez nagyon lassú volt, tehát az oldalak elérése akár több
több percig tartott, amíg betöltődött. Azért van egy gyors, tehát gyakorlatilag hasonló sebességet az oldalak letöltése, mint a hagyományos internetnél, sőt, igazából az első látogatás után a te számítógépedről történik ez a kiszolgálás, tehát onnantól kezdve nem szükséges akár internet kapcsolat sem, emiatt még gyorsabb is, mint a hagyományos internetes oldalak. Ez több szempontból is előnyös. Az egyik az legegyszerűbb az, hogy internet nélkül is elérhetünk, tehát hogyha esetleg olyan környezetben vagy, ahol nincs az internet, akkor az eddigi adatokat, illetve posztokat, vagy bármikor hozzászólásokat tudod tovább is olvasni. Internet kapcsolat csak akkor szükséges, hogyha te új kommentet vagy új blogposztot akarsz csinálni, illetve azok a blogposztokat le akarod tölteni, vagy kommenteket. A másik előnye az ugyancsak az előző slide-omban említettem, az, hogy kell egy B-terv. És az, hogy internet nélkül működik, ez egy olyan előnyökkel is jár, hogy alternatív internet megoldásokra is ideális lehet. Itt értem azt, hogy ilyen mesletszerű dolgot nem tudom, mennyire vagytok ezzel tisztában. Ez arról szól a meslet, hogy egy internet szolgáltató független házatot alakítanak ki az emberek egymás közt. Ezt úgy teszik, hogy wireless eszközök, tehát akár routerek vagy antennák segítségével egymás közt egy városban, egy nagyobb városban ki tudnak alakítani egy olyan házatot, amihez nincsen szükség internet szolgáltatóra, hanem gyakorlatilag a routerek egymás között kommunikálnak és küldik az adatokat. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy mivel nagyon sok szereplős a hálózat, ezért a hálózatnak a késleltetése az jóval magasabb, mint a hagyományos optikai, illetve részkábeleken alapuló internet. És emiatt a hagyományos internetes weboldalak kiszolgálására ez nem annyira alkalmas, viszont az életben csak akkor történik adatforgalom, hogyha te valamilyen új interakciót akarsz végezni az oldallal, tehát mondjuk új kommentet akarsz csinálni, vagy új blogposztot akarsz felküldeni. Tehát, hogyha magas a kapcsolatnak a latencia, tehát a késleltetése, akkor az maximum azzal jár, hogy a te posztod az egy másodperccel, vagy akár egy perccel később ér el az ország másik felébe. És a oldalnak a letöltését ez nem lassítja. És ugyanúgy ez a megoldás akár működhet emiatt műholdas kapcsolaton is, vagy akár rádió kapcsolaton is, nagy távolságú rádió kapcsolaton is. Tehát hol van a Bitcoin szerepe az életben? A tartalom módosításának jogát ugyanaz a kriptográfia biztosítja, mint a Bitcoin tranzakciót aláírását. Tehát amikor te a Bitcoin walletedből, a pénztárcádból egy új tranzakciót indítasz, akkor te gyakorlatilag aláírod, hogy melyik számládról, melyik számlára szeretnél utalni pénzt, vagy fizetőt, vagy hívjuk bárhogy is a Bitcoint, ez még szerintem senki nem tisztázta. Tehát akkor azt írod alá, hogy melyik számláról melyik számláról szeretnél utalni. Itt viszont azt írod alá, hogy a te kommentjeidet, vagy a te által létrehozott tartalmakat írod alá, de a mögötte lévő kriptográfia és a digitális aláírás az teljesen megegyezik a Bitcoinnal. Ez azzal is jár, hogy minden weboldal címe egyben Bitcoin tárca is. Tehát, hogy ha létrehozol egy weboldalt az írónetem, akkor te gyakorlatilag létrehozol azzal együtt egy Bitcoin tárcát is, és a te weboldal címre tudsz fogadni, illetve arról is tudsz küldeni, akár tudsz ráfogadni akár adományokat, vagy bármilyen más dolgot. BIP32 alapú felhasználói profil, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amikor te elindítod először az e-wallet kliensedet, akkor ő létrehoz neked egy profilt, ez egy gyakorlatilag egy 65 karakteres azonosító, és onnantól kezdve az összes tartalom, amit te
te létrehozol az íróletben, az ebből a 65 karakterből az összes privát kulcs az ebből kigenerálható. Tehát, hogyha te később létrehozol egy új weboldalt, akkor hogyha neked megvan ez az első nyitáskor létrehozott 65 karakteres azonosító, akkor az abból fog generálódni. Tehát gyakorlatilag nem kell minden egyes privát kulcsot külön lementened, hanem ez később ebből visszaszerezhető. Valamint lehetőség van arra is, hogy több kulcsos aláírásra rendelkező weboldalakat hozol létre. Ez azzal jár, vagy ez úgy működik, hogy egy oldalnak nem egy privát kulcsra kell aláírni egy oldalt, innentől kezdve, hanem akár kettővel vagy hárommal alá kell írni. Ez most esetleg az egyik embernek a számítógépe, vagy pedig valami miatt az ő privát kulcsa kompromitálódik, onnantól kezdve még a weboldal nincs elveszve, mert legalább két kulcs kell egy új tartalom aláírásához, emiatt ez is a jövőben úgy gondolom, hogy lehet jelentősége, illetve lehet értéke. Jelenleg ez még nincsen bekapcsolva, mert nem volt rá igény, de maga az írólet támogatja is, és úgy gondolom, hogy egy pár napos munkával ezt be lehet kapcsolni, ha van rá igény. Hát, hogy is néz ki a valóságban, most megpróbálom live demóban ezt lemutatni nektek. Meglehetősége ülre. Akkor egy az egyben ezzel fogsz találkozni. Ez most nem erről a számítógépről fut, hanem egy szerverről fut, ne kellene föltelkíteni rám, de akár föl is telkíthettem volna. Rajta van már. Mindegy, hogy legközelebb. Tehát gyakorlatilag ezzel az oldalon fogsz találkozni. Itt van pár oldal, amit az érület feature-jegynek gondolatásával csináltam. Mondjuk kezdjük ezzel. Gyakorlatilag látszik, hogy a sebesség az is látszik, hogy most a kommentek azok töltődnek le, illetve a lájkok, és gyakorlatilag ennyi. Jelentől kezdve ez egy... itt a karácsonyfán. Ez egy blog, ahol gyakorlatilag kb. Heti rendszerességgel leírom, hogy éppen milyen módosításokat hajtottam végre az íróleten, és akkor erre tudnak reagálni, kommentelni, illetve bármilyen reakciót létrehozni az emberek. És van lehetőség arra is, hogy ezt a blogposztokat mondjuk kövessük, és gyakorlatilag a gomb megnyomásával innentől kezdve a főoldalon a blogposztok látszódnak. A másik, mondjuk, amit érdemes megnézni, mondjuk ez egy fórum. Ez olyan csak, mint látszódik, folyamatosan így, ahogy elindítottam, hogy most folyamatosan elkezdi letölteni a korábbi kommenteket. Ez nyilván ez egy egyszeri folyamat, onnantól kezdve erre nincsen szükség, hogy ezt már egyszer letöltötted. Itt látszik, hogy így mennyi van még hátra, tehát gyakorlatilag még 700 embernek a kommentjét tölti le. De mint mondtam, ez csak egy egyszeri folyamat, amint ez végigér, pár másodpercen belül, onnantól kezdve az oldalak elérése az azonnali. És itt is, mint látszik, hát ez gyakorlatilag 4-5 ezer komment. Itt lehet
hogy továbbiakat betölteni. Tessék. És mint látszik, azért nincsenek sebesség problémák. És itt is már több mint 800 komment van. Vannak további weboldalak is, mert tehát már van spanyol, francia, orosz része is a fórumnak. Gyakorlatilag ez nem a fórum része, hanem teljesen önálló oldalakat hoztak létre ezek a nemzetek. És gyakorlatilag ennyi. Itt is lehetőség van arra, hogy kövessük az új topikokat, illetve a kommenteket is. És innentől kezdve ezt bekattintottam, innentől kezdve ezek is itt a főoldali feedben látszódni fognak. És ezek teljesen általános oldalak, tehát ezeknek a forráskódja nyilvános, és ezeket a feature-eket bárki tudja használni, és új weboldalakat tud létrehozni. Gyakorlatilag, hogyha valaki akar, korábban említett, hogy mindegyik oldalon klónozható. Tehát, hogyha most te azt mondod, hogy te szeretnél egy új blogot, akkor rákattintasz arra a klón, és kész. És gyakorlatilag van egy teljesen új weboldal, jelentől kezdve ezzel a címmel bárki el tudja érni ezt az oldalt. Ennyi volt az új blognak a létrehozása. Egy új posztot tudok létrehozni. Szerintem azt jelenti, hogy fák copyright. Akár is írtam volna. Tehát itt is ugyanazok a feature-ek megvannak, mint ahogy a blogban láttátok. És most, hogy ezt követte, akkor elvileg itt is már látszik, hogy ez gyakorlatilag. Amit most így létrehoztunk, ez a MyZero blogban, a blogposztot betűnt ide is. Ez nyilván azért fontos, azért tartom fontosnak ezt a newsfeed feature-t, vagy ezt a hírfolyam feature-t, mert nyilván ez azzal jár, hogy nagyon sok hogy a blogok azok teljesen függetlenek egymástól, tehát az így létrehozott blog, ez nem függ senkitől, tehát ez nem egy blogspot, hanem ez egy teljesen független oldal, és hogy ne kelljen ezer oldalt végig kattingatnunk minden nap, ezért ez a követési feature, ezt így segíti nekünk, hogy gyakorlatilag a minket érdeklő dolgokat tudjuk követni egy newsfeed-ben. És ugyanezt megtehetjük a Zero Talk-kal, tehát hogyha egy fórumot akarunk létrehozni, az is gyakorlatilag ennyi. És innentől kezdve van egy cenzúrázhatatlan fórumot. Itt még van egy pár oldal. Most nem ezeket meghagyom nektek, hogy felfedezzétek, mondjuk, hogy még érdemes. Ez nem az egyetlen oldal, ami most be van rakva, és nem az enyém. Tehát ezt valaki nélkülön csinálja, ez gyakorlatilag ez is egy klónja, amit látjátok, hogy igazából ő is leklónozta gyakorlatilag a ugyanilyen ugyanez az egyszerűsége a fórumot, az írótal fórumot, és nyilván kisebb módosításokat tehát átszínezte ezt itt tovább, és létrehozott egy olyan fórumot, ahova bárki feltartotta az ő által létrehozott oldalakat, ez nyilván spamot is. És tehát ezek már azok az oldalak, amiket a Zero-net felhasználói létrehoztak. Van mindenfajta, hogyha valakit érdekel, akkor ezt itt végig tudja kattintani. És gyakorlatilag ennyi. És innentől kezdve, hogyha egyszerűen tud a kliensedet, onnantól kezdve a frissítések automatikusan érkeznek, tehát nem szükséges semmilyen külön interakció. Tehát most itt van valaki, itt látszik, hogy a Zero-net site development topic-val felhatott valamilyen kérdést is. És itt már gyakorlatilag így egymással diskurálnak. Gyakorlatilag ennyi. És folytatom szerintem akkor a... Más nincs, hogy meg akarok mutatni. Hát amit meg akarok, esetleg érdekes lehet.
hogy van egy ilyen sidebar feature, ez mindegyik oldalon rendelkezésre áll, és gyakorlatilag meg tudod nézni, hogy ez oldalon milyen, hogy honnan származunk. Tehát gyakorlatilag amiket látsz, ez egy pont, egy számítógép, aki ezt, ahonnan ez az oldal elérhető. Tehát itt látsz, hogy elég sok ilyen pont van. Hát most ez a szerver, ez nincsen bekapcsolva a Tor hálózat, tehát gyakorlatilag a felhasználók 50%-a nem is látszódik is ezen a képen. De ahhoz, hogy ezt az oldalt leállítsák, vagy hogy elérhetetlenné tegyék, ezt az összes számítógépet le kéne állítani valamilyen módon, tehát akár túlterheléses támadással, vagy az internet szolgáltató által. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve ez a szabály mondhatjuk, hogy cenzúráztatva, mert szerintem ennyi számítógépet leállítani gyakorlatilag lehetetlen. És itt még pár ilyen apró statisztika látszik, hogy milyen adatforgalmat generált ez az oldal, tehát gyakorlatilag 0,3 megabájt forgalmat, 0,1 megabájt küldött, miből áll össze, stb. Ennyi. És visszamehet. Tehát így néz ki a valóságban az élet. Mi van a háttérben? Szerintem is találjátok. Vagy látszok egy is a videóban? Ez így jó. Hát, köszönjük ebben. Ahogy jól esik, kézzásig fogsz. Tehát mi van a háttérben, ami mögött most ez egész színt mögött? Az egész alap az aszimmetrikus kriptográfia. Ez a Bitcoin is ugyanezek az alapokkal van, és teljesen megegyezik. Tehát az új oldal létrehozásakor két kulcsot generál neked a rendszer. Az egyik egy privát kulcs, a másik pedig egy publikus kulcs. A privát kulcs az csak neked van meg, tehát az senki másé. A publikus kulcs az viszont maga az oldal címe, tehát azt, hogyha azt akarod, hogy elérjék az oldalat, akkor ezt a publikus kulcsot kell neked a többi felhasználó felé kommunikálnod. A privát kulcsot tudod aláírni a módosításkod az oldalon. Ez általában ez nem egy manuális folyamat, hanem ez elrejti az írónet tőled. Tehát ez a háttérben zajlik, de gyakorlatilag mi az aláírási folyamat, mint egy bitcoin fizetéskor. A privát kulcs soha nem hagyja el számítógépet, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a jelszó az úgy működik, hogyha egy hagyományos jelszó az úgy működik, hogyha te be akarsz lépni egy weboldalra, akkor itt elküldöd a jelszavat a szervernek, ő leellenőrzi, hogy tényleg az a jelszó, amit te beírtál korábban, és hogyha igen, akkor beenged. A privát kulcs ez nem így működik, hanem a privát kulcs az a gyakorlatilag te tudod azt bizonyítani, hogy te vagy a tulajdonosa annak a tartalomnak. Tehát a privát kulcs az egy aláírást tudsz generálni, amivel te tudsz módosításkor végrehajtani az oldalon. És ezt az aláírást ezt teljesen nyugodtan tudod publikálni a hálózat felé, mert az aláírásból soha nem lehet visszanyerni a privát kulcsodat. És ugyanúgy ez igaz a publikus kulcsa is, hogy a publikus kulcsból nem lehet visszanyerni a privát kulcsot, ez visszafelé igaz, tehát a privát kulcsból vissza tudod nyerni a publikus kulcsot. Ennyi. És a privát kulcs nélkül lehetetlen valósítani az oldalat, ezt akkor ebből is mondtam. A publikus kulcsa bárki tudja előrizni, hogy azt a fájlt, amit éppen letöltött, azt az oldal létrehozója vagy tulajdonosa hozta létre. Tehát minden letöltött fájl ellenőrizve van, így védett az illetéktelen módosításoktól. Tehát az írónet igazából nem függ a hálózat biztonságától. Tehát nem szükséges akár titkosítani sem az adatfolyamatot az írónetán, mert bármilyen közbelső módosítás esetén a
a kliensek eldobják az adatot, mert ők tudják ellenőrizni, hogy nem a oldal létrehozója írta alá azt a tartalmat. Tehát mi történik, amikor meglátogatsz egy új oldalt? Először is ahhoz, hogy bármit is tudjunk kommunikálni, az internetcímeket kell szereznünk az oldalhoz, tehát az oldalhoz tartozó az internetcímeket kell szereznünk. Ezt mi a BitTorrent hálózattal tesszük, tehát a BitTorrent hálózattól lekérdezik azt, hogy létszik, hogy már ehhez az oldal címhez tartozó pár számítógépnek a elérhetőségét. A BitTorrent hálózat ez visszaadott neked pár IP, illetve más azonosító címet, ahonnan elérhető, ahonnan valószínűleg elérhető az oldalhoz tartozó pár tartalom. És innentől kezdve, hogy te lekérdezted a BitTorrent hálózatból, hogy küldjön már neked pár számítógép címet, onnantól kezdve téged is rögzít, mint potenciális adatforrás az oldal elérhetőséhez. Tehát, hogyha legközelebb valaki szeretné az oldalt elérni, onnantól kezdve a te számítógépettől is meg fogja kérdezni, hogy megvan-e neked ez az adat. Tehát onnantól kezdve, hogy megvannak az IP, illetve az internet címek, először egy ilyen content.json nevű fájlt kezd el letölteni. Ez a fájl tartalmazza az oldalnak a könyvtárlistáját, illetve az azokhoz tartozó ellenőrző hash-t, amivel a kliens tudja ellenőrizni a fájloknak a hitelességét. Az oldal címe és a benne lévő tulajdonostól származó digitális aláírást használva tudják ellenőrizni, hogy a hálózattól letöltött fájl az valóban az oldal tulajdonosa generált-e, és hogyha ez az aláírás nem egyezik a fájl tartalmával, akkor onnantól kezdve azt a kliens el tudja dobni, mert azt mondja, hogy ez nem valid, ez nem jó. Hogyha sikerült letölteni ezt a content.json-t, és úgy találta, hogy a fájl érvényes, akkor lementi a saját számítógépére, és a fájlban található többi adatfájlt, tehát az oldalhoz tartozó HTML, CSS, JS és illetve egyéb adatfájlokat elkezdi letölteni, és ellenőrzi ebben az előbb letöltött content.json-ban található H3.12 hash-t használva. A letöltés sorrendje az a hálózat próbálja úgy rangsorolni, hogy az a lehető leggyorsabb legyen a látogató szempontjára, tehát hogy az első oldalon lévő képeket előtt tölti le, illetve egyéb mágiával próbálja ezt elérni. A Tor hálózat teljesen el tudja rejteni az IP címedet, ez egy nagyon fontos dolog. Ez nyilván azok számára fontos, akik úgy gondolják, hogy nekik rejtőzködni kell valamilyen szempontból. A Tor az egy nagyon régi, tehát a 90-es évek elején létrehozott anonimitási hálózat, amivel gyakorlatilag a te IP címedet teljesen el tud rejteni. Ez azzal jár, hogy lassabb lesz az interneted, de viszont ez a 0-1 szempontjából ez kevésbé releváns, mivel az adat a test számítógépben tárolódik, ezért, hogyha lassabb az internet, az gyakorlatilag, mint korábban is mondtam, az csak azzal jár, hogy mondjuk egy másodperccel később kapod meg a kommenteket, ami szerintem elfogadható dolog. És ez a Tor egyre inkább fontosabb szerepet játszik az internet életében. Pár hónap ezelőtt készült el a teljes támogatottság, most már gyakorlatilag, hogyha az összes kliens általánosan használat, erre akkor is tovább tudom működni a hálózat. Gyakorlatilag most jelenleg a kliensek 50%-a már ezzel kapcsolódik fel. És hogyha mondjuk a Windows-os kliens töltött le, akkor már abból benne is van ez a,
ez a tort kliens, tehát gyakorlatilag neked semmi beállítási lehetőség, nem kell semmi beállítanod, amint elindítod az irányt, tehát ugye a torra is fog csatlakozni. Opciális fájlokat is meg lehet határozni, amit csak akkor történnek, hogyha a látogató bőnész így azt kívül. Tehát, hogyha mondjuk neked van egy nagy futóalbum, akkor nem fogja az első látogatottságkor, látogatottáskor az egész összes képet letölteni, hanem csak mondjuk esetleg az index képeket, és akkor ahhoz rákattint a felhasználó, és most fogja a többi nagyobb képeket letölteni. Hogyan friss a tartalom? Tehát letöltöttél a weboldalt, azt te tudod böngészni, viszont hogyha mi történik, hogyha valaki mondjuk ír egy kommentet, vagy pedig valaki bármi miatt frissíti a weboldalt, a tulajdonos aláírja az új content.json fájlt, és az elküldi pár látogatónak, ez a pár látogató jelenleg 5 látogatót jelent. Tehát gyakorlatilag te 5 látogatónak küldöd csak el a te módosításodat. A látogató ellenőrzi, hogy újabb-e, mint ami neki van. Tehát, hogyha ez egy egyszerű dátummező alapján történik, tehát hogyha régebbi, akkor nyilván nem foglalkozik vele, mert nincs értelme régebbi verzióra visszakörgetni ezt. És hogyha ez újabb és megfelelő, a benne az aláírás is, akkor elkezdi letölteni a módosított fájlokat attól a szereplőtől, aki küldte neki ezt a fájlt. És hogyha letöltötte az új módosított fájlokat, akkor ő továbbadja a többi látogatónak. Tehát gyakorlatilag ez úgy terjed meg a módosítások, mint a vírus. Tehát a tulajdonos elküldi öt vagy átadja öt látogatónak a tartalmat, és a látogatók onnantól kezdve, hogy letöltötték tőle, tovább küldik a többieknek, és így gyakorlatilag nincsen ennek végső határa, akár több tízzer vagy százezer látogatója is lehet az oldalnak, mert mindenki tovább küldi másik három vagy öt kliensnek, így előbb-utóbb mindenkihez el fog érni a módosítás. A böngésző azonban értesül a módosításokról, így azt az oldal letöltése nélkül meg tudja jeleníteni, tehát nem szükséges folyamatosan effortot nyomogatni, hanem ezt egy úgynevezett WebSocket technológiával a böngészőre tudni fog, hogy egy új tartalom érkezett az oldalra, és meg tudja jeleníteni a módosításokat azonnal. Ugyancsak fontos dolog, hogy van egy beépített peer-to-peer szinkronizált SQL adatbázis is. Ez jóval leegyszerűsíti, nagyban leegyszerűsíti az oldal fejlesztését is, és gyakorlatilag sokkal gyorsabb az oldal megjelenítés is, és tényleg akár több száz megabájtos adatokban is nagyon gyorsan tud keresni és megjeleníteni. Tehát mire is jó ez egész? Blogokra, fórumokra, kommunikációra, tehát akár chat, e-mail. A következő nagyobb feature, vagy nagyobb falat, ez egy szociális hálózat lesz, egy ilyen Twitter-szerű szociális hálózat, ahol ez némi módosítást igényel majd, vagy új funkciókat, amik lehetővé teszik azt, hogy a hálózaton szereplő, tehát a szociális hálózatban szereplő emberek számától függetlenül működjön ez az egész. Tehát gyakorlatilag akár több milliós szociális hálózattal is működjön, ezt úgy fogja elérni, hogy csak azoknak a profiloknak fogod megkapni a módosítását, amire te feliratkozol. Tehát gyakorlatilag nem fogod megkapni a Kínában, hogyha valaki írt egy új posztot, mert nem iratkoztál fel rá, hanem gyakorlatilag csak a te általad követett profiloknak az újabb frissítéseit, illetve fájlait fogja a te szám kinyitni, illetve a te kliensed szinkronizálni. Az ügyünk alkalmas lehet még webshopok, illetve Wikipedia
vagy bármilyen hasonló tudástárak létrehozására. Mire nem jó? Tehát nagyon, nagyon mennyiségű adatot a génnyi oldalakra nem alkalmas. Egyelőre ennek több oka is van. Az egyik az, hogy jelenleg nincsen az megoldva, hogy a fájlok földrabolva legyenek, tehát gyakorlatilag hát én, vagy az ajánlás ilyen 1 megabájt körüli a maximum fájlméret nyelvűen. De ez úgy gondolom, hogy az előző megben említett alkalmazási területeknél ez nem probléma. Ennek több oka is, az előbb említett oka az, hogy nincsen meg majd a darabolás. A másik oka pedig az, hogy az évaletben nagyon fontos a TOR, illetve ezek az anonimitási hálózatoknak a támogatottsága. Ezeken a hálózatokon a nagy fájloknak a mozgatása az nem igazán alkalmas. Tehát lassú lenne, és ez ellene menne annak, hogy azért nagyon gyors, hogy szeretne maradni. Viszont, hogyha valaki nagy mennyiségben ott szeretne szinkronizálni, akkor ajánlott más hálózatot használni, vagy a BitTorrent az tökéletesen alkalmas erre. Nagyon régóta működik, és jó. És akár külső program letöltése nélkül is beágyazható az oldalban, egy webtorrent nevű dologban. És ez az ajánlott. Lehetséges, hogy később lesz, vagy igazából valószínű később lesz nagy fájlok távoltottsága is, de jelenleg ez nem tekintem prioritásnak. A másik, amire nem alkalmas még jelenleg, az a privát oldalak. Tehát gyakorlatilag még az ember oldott, hogy hogyan lehet esetleg leelszavazni, vagy bármilyen módon privátát tenni egy oldalt. Nyilván az egy megoldás, hogy nem adok ki az oldalak címét, csak annak, aki ezt úgy gondolt, hogy ez érdekli, vagy hogy még úgy szeretnénk, hogy meglátogassa. De nyilván ezt egy jó megoldást szeretnénk találni. Terve, amiben ez is dolgozom, ez sem különös jelenleg, mert ahhoz több felhasználó kéne, hogy ez még inkább jól működjön. Tehát most a jelenlegi állapot, hol tart most a projekt. 2014-ben kezdődött a fejlesztés, december 20-án, vagy a körül. És igazából a karácsonyi születő, a karácsonyi időszakot eléggé meghúzva. Január 12-én már is készült az első verzió. Ez publikus volt, és gyakorlatilag szinte onnantól kezdve a hálózat működőképes volt. És akkor folyamatosan kerültek bele az új feature-ök, a több felhasználós oldalak, a SQL-ben is, a Zero Net Namecoin-t használ, a domaineknek a rendtartására, vagy pedig a Namecoin. Tehát a Namecoin adatbázisát használja ahhoz, hogy az oldalak címét átalakítsa, tehát nem szükséges mindenkinek megjegyezni ezt a hosszú 56 karakteres Bitcoin címet, hanem gyakorlatilag tudsz egy Namecoin-nal egy domaint adni az oldaladnak. Aztán a Tor hálózat, titkosított kapcsolatok, tehát azért bekerült, bár nem szükséges az élőnek, de bekerült a titkosított kapcsolatok, tehát a kliensek egymás között jártak közel titkosítottan kommunikáltak. Ez elsősorban azért előnyös, mert a megfigyelhetőséget nagyban tudja ezt csökkenteni. Aztán opciós fájlok, illetve decemberben létrejött egy Zero Mail nevű oldal, ami azt engedi meg, hogy end-to-end, tehát végtől végig titkosított e-maileket tudsz, hát e-maileket, inkább üzeneteket tudsz küldeni a szolgáltatásból bejelentkezett felhasználók között. Ez is a Bitcoin kriptográfiáját használja, és nagyban segíti ez is. Ez egy nagyon egyszerű és úgy gondolom, hogy jó módja a privát kommunikációnak. Remélhetőleg nem csináltam benne semmi komoly hibát, bár próbáltam erre keresni olyan embert, aki esetleg ehhez jobban ért. Tehát azért a kriptográfia szerintem olyan terület, amire nehéz találni olyan embert, aki esetleg felülelni tudja a te kódodat, mert nagyon könnyű elrontani, és kevesen értenek hozzá olyan mélységekben, hogy tudjanak adni ehhez
mindenfajta útmutatást. És jelenben elkészült a teljes tortámoltás és a februárban a hírfolyam. És mostanában márciusban, ugye? Márciusban. És eddig ilyen március elején ilyen pár ilyen 100 körüli volt a maximum felhasználói szám. És akkor március elején kapott egy média figyelmet. Ez egy Torrent oldalnak köszönhető, ami átköltözött az Euronetre. És gyakorlatilag egy napon belül megtiszteződött a felhasználók száma. Ez még nagyon új dolog, és akkor gyakorlatilag március az erről szólt, hogy az a megtiszteződött felhasználók által keletkezett kisebb, apró problémákat kellett megoldani. Nem volt semmi jelentős fennakadás szerencsére, tehát gyakorlatilag akadástalanul működött, vagy akadásmentesen működött a hálózat, pár optimalizációt végre kellett hajtani, illetve ezek folyamatban is vannak, de jól működött gyakorlatilag. Ezt érdemes megnézni, hogy főleg Európában vannak érdeklődők, de az észak-afrikai országokban, tehát Marokkó, Tunézia, illetve Izraelben is elég nagy érdeklődés mutatott. Most azt látod, hogy melyik torrent oldal? Ez egy teljesen új torrent oldal. Ja, ilyen friss. Ez egy friss oldal. Legalábbis én tudom, hogy nincs semmi ilyen kapcsolata az eredményekkel. Igen? Ugyan miért ezt? Tessék, ez az Euronet, tehát ez a kezdő oldalnak a látogatottsága alapján miért, vagy hogyan miért ezeket? Igen, tehát ez gyakorlatilag egy oldalnak a fűszáma. Azt nyilván nem tudom ki is tervezni, hogy az egész házakban hányan vesznek részt, mert ez egy mindegyik oldal egy teljesen különálló hálózat. Tehát gyakorlatilag nincs arra lehetőség, hogy az egész házakban lévő szereplőket is tervezni, lehet, hogy százszor ennyien vannak, csak olyan oldalon, amit én nem is ismerek, mert tényleg nincs arra se lehetőség, hogy az Euronetben szereplőjük a oldalakat kilistázni. További tervek, fókuszálás a tartalomra. A valószínű következő nagyobb projekt, amikor mondtam, hogy egy szociális hálózat lesz, aztán utána majd meglátjuk. A nagyobb fájlok támogatása, a privát oldalak, illetve I2P hálózat támogatás. Az I2P az egy hasonló mutató, tehát ez is egy anonimitást elősegítő hálózat. Elvileg ez az I2P már lehetővé teszi nagyobb fájlok mozgatását is, tehát valószínű, hogyha ettől fog függni a nagyobb fájlok támogatása, illetve a blockchain alapú felhasználó nevek. A jelenlegi megoldásnál ez egy jobb megoldás lenne, de úgy érzem, hogy nem áll készen a hálózat, mert ez nyilván azzal is járna, hogy ahhoz, hogy te be tudj lépni a hálózatba, illetve új felhasználó tudjál valamit regisztrálni, ahhoz bitcoint kell lenne, vagy bármilyen más kriptográfiai kriptovalutát kéne birtokolnod, és ezt mondjuk felkínálkozod. Tehát ez nyilván úgy működne a regisztráció, hogy te mondjuk akár elpusztítasz, tehát egy nem létező címre küldesz el esetleg egy bizonyos mennyiségű bitcoint, vagy pedig elérhetetlen mint a szentségek volt szemben valamilyen szempontjából. Erre már léteznek megoldások, de még úgy gondolom, hogy egyelőre nem érdemes lelimitálni a házatba lépésnek a házatba lépés nem érdemes bonyolítani. Akkor ennyi kérdések. Igen.